Széke Leventével beszélgetünk, aki a Kutatópont kutatási igazgatója, és éppen utolsóként az imént fejezted be a prezentációdat. Engem az érdekelne igazából, hogy megint te is rengeteg adatot hoztál. Melyek voltak azok az adatok, amelyek számodra a legfontosabbak voltak ebben a kutatásban? A kutatás maga az egy kutatássorozatnak a része. Uh-huh. 2016-ban volt az utolsó adatfelvételünk. Itt 8.015-29 éves magyar fiatalt kérdeztünk meg, és még 4.000 határon túli magyar fiatalt Vajdaságban, Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben. A kutatás számos olyan, mondjuk ezzel szóval, hogy érdekes, vagy inkább azt mondom, hogy nagyon fontos adatot és kérdéskört tartalmaz, ami ebben a 15-29 éves korosztályban fontos tudnunk. Mikor a fiatalokról gondolkozunk, akkor azt akár mondhatjuk úgy is, hogy nagyjából ez a 10-20 éves kor az, amikor praktikusan az emberrel minden megtörténik, ami fontos az életében, hiszen ugye befejezi az iskoláit, vagy legalábbis befejez szinteket, elkezd dolgozni, tehát hogy megméretti magát a munkaerőpiacon, párkapcsolatokat alakít ki, adott esetben családot is alapít, gyermeket vállal, külön költözik a szülőktől, tehát hogy rengeteg minden olyan történik, amit érdemes vizsgálni és kell is vizsgálni, és ez a kutatás sorozat ez azt próbálja meg elvégezni, hogy mindenre rátekint. Amit ide hoztam erre a konferenciára adatot, az elsősorban azokkal a részekkel foglalkozik, ami úgymond a digitális környezetbe vagy kultúrába való betagozódást mutatja meg. Használati, hozzáférési adatokat és egyfajta úgymond ilyen érzelmi kötődést is színesítésképpen. Magából a kutatássorozatból az jól kitapintható és kimutatható, hogy ez a 16 év, 2000-ben indult a kutatás, itt 4 évente van adatfelvétel, tehát a 16 év alatt mennyit változott az a világ, amit digitális kultúra néven nevezhetünk, vagy információs társadalom néven, bármelyik fogalmat használhatjuk most itt ebben a helyzetben. Megmutattam, hogy minket kutatókat is úgymond mennyire érdekelt, vagy mennyire tartottuk ezt a témát fontosnak. A 2000-es kutatás során a kérdőívet, amit alkalmaztunk, annak csak egy részét, nagyon pici részét, egy oldalt az 50-ből szenteltek akkor a kutatók ennek a témának, és pusztán hozzáférési, használati kérdések voltak. Ezek folyamatosan kibővültek más olyan kérdéskörökkel, ami ehhez a témához kapcsolódik, és maga a súlya is a kérdőíven belül ennek a témának az növekedett. Tehát, hogy úgymond jól látszik az, hogy ez egyre fontosabb terület a fiatalok életében. Minden tekintetben kimerítő felvezetés mondtál, de nem menekülsz a kérdésemtől, de tudnilik arra, az elől a kérdés elől, hogy neked melyik a kedvenc témád, melyik a kedvenc blokkod, melyik a kedvenc eredményed. Nekem, én elmondom, nekem kettő dolog volt, ami nagyon megütötte a fülemet. Az egyik az a TV tromfosztása, ugye amiről utána egy kicsi videó is kialakult, hogy akkor azt most kikrében és hogyan mértétek. A másik ilyen dolog az pedig ugye a fiataloknak az optimizmus alakulása, hogy tudnék sokkal optimistábbak voltak a 2016-os felmérésben, mind a családjukat, az országukat tekintve, mint a megelőző években. Tehát nekem ez a kettő a kedvencem. De hogyha most téged, és most nem föltétlenül csak erre a digitális eszköz használt médiafogyasztásra vonatkozva, hanem úgy általában voltak neked olyan meglepő adatok, amelyre úgy nagyon szívesen emlékszel vissza a kutatásból? Számos ilyen volt. Nagyon sok területről. Uh-huh. Tehát csak hogy mondjak egyet, a házasok arányának csökkenése, ami 2000-től tart ebben a korosztályban, tehát folyamatos csökkenést látunk. 2000-től 2012-ig azt látjuk például, hogy a stabil párkapcsolatban élő fiatalok arányán belül megfordulnak a szerepek.
Tehát, aha, hogy 2000-ben két házasságra jutott egy együttélő párkapcsolat, 2012-ben kettő együttélésre jut egy házasság. Tehát, hogy teljesen átalakult ez a úgymond stabil, tartós együttélő párkapcsolatoknak a jellege. És 2012 és 16 vonatkozásában a házasoknak az aránya nem csökken. Tehát az egy stabil 10% maradt. Szóval ez egy olyan érdekes eredmény, ami egyfajta ilyen akár trendtörést is jelent. Tehát ezt nem tudjuk. Ez nyilván tehát a házasok aránya maradt annyi, mennyi volt, így van. És az együttéléseknek a száma pedig megugrott ezek szerint? Jól hát nem azt mondom, hogy megugrott, egy kicsit növekedett. Tehát hogy a trendek azok tovább folytatódnak. Én amit mondtam, hogy megváltozott, az 2000 és 2012 között. Ja, értem. És ez a folyamat 2016-ban megállt. Tehát folyamatosan csökkent a házasoknak az aránya, 2016-ra megállt. Ez az egyik. A másik, ami itt számomra így érdekes és így kedves téma, az a internet leválása az elsődleges hordozójáról, a számítógépről. Tehát, hogy az adatsorból arra lehet következtetni, hogy ugye 2000-ben az internet és a számítógép is, tegyük hozzá, az egy kicsit ilyen hát unikum volt a háztartásokban, hogy legyen a fiataloknál ilyen. Aztán 2004-ben látunk egy dinamikus fejlődést 2008-ig, és 2008-ban nagyon jól azonosítható, hogy az internet bővülése az sokkal-sokkal magasabb volt, mint a számítógépnek a bővülése. Ez azt a úgymond hipotézist fogalmazta meg bennem, hogy és persze a gyakorlat ez úgymond igazolta, hogy a 2010 előtti, 2005-2010 körül években az emberek azért vettek számítógépet, hogy legyen otthon internet. Tehát, hogy nem a számítógép volt a fontos, hanem az internet. 2012-ben a 2008-as adatokhoz képest látszik a válság. Tehát, hogy nagyon mérsékelt, szolid növekedést látunk a számítógépek és az internet hozzáférésnek a penetrációs adataiban. És 2016-nál pedig azt látjuk, hogy az otthon lévő internet az megelőzte 1-2%-kal az otthon lévő számítógépet. Tehát, hogy megkezdődött a leválás, tehát ugye az elsődleges hordozójáról, ami ugye bevitte a háztartásokba, leválik az internet, és elkezdenek megjelenni azok az eszközök, amelyeken azt lehet mondani, hogy a internet használat például helye az is változóban van. Tehát a 2000-es évek elején az internet használat domináns helye az nem feltétlenül az otthonokban volt, hanem az iskolában, mindenféle olyan közösségi hozzáférési helyen, ahol lehetett internetezni. Aztán jött az otthon, tehát most az otthon volt egy darabig, és most azt kezdem látni, hogy még mindig az otthon, de kezdhetjük azt megfogalmazni, hogy a bárhol. A bárhol, a mobil. A mobil miatt, igen. Szóval ez számomra egy ilyen érdekesség, hogy ezeket a trendeket is ki tudjuk tapintani az adatokból. Mennyire alkalmazott a ti kutatásatok, úgy értve, hogy mennyire keresnek meg benneteket olyan megbízók, akik ebből erre stratégiákat szeretnének mondjuk építeni. Tehát akár értékesítési sales stratégiát, akár politikai stratégiát, mennyire öncélú, mennyire, hogy mondjam, tudományos az érdeklődés, társadalomtudósként kérdezem ezt most itt tőled. Ugye a kutatásról azt kell tudni, hogy ez 2000-ben állami megrendelésre indult, és állami berkeken belül, tehát egy olyan kifejezetten ifjúságkutatással foglalkozó, minisztériumhoz tartozó szervezet végezte az első kutatásokat, és 2008-ra, vagy pontosabban 2012-re ez megszűnt ez a szervezet, 2012-ben a kutatópontban ezt saját úgymond erőforrásból készítettük el azért, hogy a kutatásnak legyen folytatása, mert ez egy nagyon értékes kutatás, és nem szerettük volna, hogy úgymond ez a szép történet ott érjen véget. És 2016-ban újra belépett úgymond az állam, pontosabban az Európai Unió, mint finanszírozó, és megvan a jövője is, 2020-ban is
lesz ez a kutatás, és nem akarom elkerülni a kérdésednek a lényegét, ez egy alapkutatás. Tehát ennek a kutatásnak az adatait úgymond a tudományos közönség ugyanúgy használhatja, mint ahogyan használhatják a cégek adott esetben. Tehát, hogy ilyen szempontból nincsen úgymond titok, van egy menetrend, ahogyan megjelennek ezek az adatok, és ahogyan ugye nyilvánosságra hozzuk őket. Tehát ezeket az adatokat úgymond nem adjuk el, tehát hogy ez a köz számára van. Az, hogy mondjuk ilyen adatokon elemzéseket végzünk, és ezeket értékesítjük, olyan természetesen nyilván, van. Hogyha célirányosan megkeresnek. Úgy van, és konkrét kérdésekkel. Ezeket nyilván ki is egészítjük, hiszen ugye a kutatópont az egy piackutató ügynökség, tehát hogy általában a minket megkereső vállalkozásoknak, szervezeteknek nem feltétlenül ezekre az alapkérdésekre kell tudniuk a választ, hanem nekik specializáltabbak a kérdéseik. Tehát, hogy ők arra kíváncsiak, hogy az ő termékük, az ő oldaluk, és még sorolhatnám, azok az érdekesek, nem az általános trendek. Ugye ez a kutatás arra szolgál, hogy egy általános nagy képet mutasson a 10-20 évesekről. Nem, úgy emlékszem, hogy itt az interjúban nem hangzott el, én tudom, hogy milyen témák vannak ebben a kutatásban, de hogy megteszed azt, hogy ezeket gyorsan felsorolod azért, hogyha bárki civil szervezet, kormányzat, cégek érdeklődnének, hogy mégis mik azok a témák, amelyekkel foglalkoztatok? Ja, az a fontos még elmondani ennél a kutatásnál, hogy ez egy nagy léptékű kutatás, egy reprezentatív, 8000 fős minta. Tehát ez rendes lakossági mintán, igen. Mentetek el és kérdezték. Úgy van, úgy van. Tehát, hogy ezzel dolgozunk Magyarországon, és 4000 fős volt egyébként a külhoni minta 2016-ban, külhoni részt is megismételjük 2020-ban. Szóval, hogy egyrészt ezt kell látni. A tematika az, hogyha mondjuk így az elejéről megyünk, vannak olyan adatok, ami minden kutatásban benne van, ezek a szociodemográfiai háttér változók, ez abszolút standard. Foglalkozunk a családalapítással, a gyermekvállalással, a jövőtervezéssel, és a jövőtervezésen belül nem csak ezzel a területtel, hanem például a migrációs potenciállal, célokkal, munkapiaci célokkal, oktatási célokkal, és ezeknek a helyzetével is. Tehát, hogy most dolgozik, mit dolgozott, mikor kapott először pénzt a munkájáért, kap-e feketén fizetést, szeretne dolgozni a piaci szférában, érdekli-e a különböző alternatív munka szervezési, hogy van, ezek a atipikus foglalkoztatási formák, ezek vonzóak-e számára, tehát ezek is, akkor az egész oktatási életutat végig tudjuk írni a kutatásból, hogyan, miképpen végezte az egyes szinteket. Ugye a külhoni adatokban nagyon érdekes, hogy milyen nyelven történt az a, tehát hogy magyarul tanult-e az óvodában, magyar óvodába járt-e, elemit, hogyan, stb. Végezte. Akkor foglalkozunk a szabadidővel nagyon részletesen, mit csinál szabad idejében, milyen tevékenységei vannak-e barátai, tölt-e együtt időt a barátokkal, van ugye most erről beszéltünk, egy nagy rész, ami a médiafogyasztással, új médiával foglalkozik. Egyébként azt még külön azért elmondanám, hogy amit én mondtam, hogy hízott, mint tematika, az kifejezetten az új médiára vonatkozik. Tehát ugyanúgy a hagyományos médiát ugyanúgy kérdezzük, ahogy eddig is. Nagyon részletesen foglalkozunk a világnézetükkel, a politikai szocializációjukkal. A világnézetben benne van a vallásosság is. 2016-ban foglalkoztunk az értékválasztással is, tehát gyakorlatilag egy kis értékkutatást is elvégeztünk, ez is egy inkább szociológiai típusú megközelítés, semmint ugye üzleti. Szóval azt lehet mondani, hogy megpróbáltuk azt a teljes spektrumot, ami ebben a korosztályban fontos lehet, azt megtudni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen a kimerítő válaszokat. Köszönöm szépen.